Sziasztok, lányok! Ma egy kérdezfelelek videóval jöttem nektek, és mindenféle rizsa nélkül bele is kezdek. Az első kérdést Fanni tette fel, idén te is csinálsz vlogmas? Háttal nem kezdünk mondatot. Ezt annyiszor elmondta a nyelvtan tanárom, és még mindig nem tanultam meg, látjátok? Szóval tervben van a vlogmas, viszont vannak kétségeim felé. És az egyik kétségem az az, hogy 24 napig minden nap friss videót feltölteni. Egyrészt, hogy nem tudom, hogy meg-e tudnám tölteni kellő tartalommal, hogy ne az legyen, hogy felkelünk, dolgozok, elviszem a gyerekeket, hozom a gyerekeket, vagy a férjem viszi. Szóval, hogy 24 napig nem tartom annyira izgalmasnak az életünket, hogyha ilyen extra konyha tündérke lennék, aki karácsonyra úgy készül, vagy például a karácsonyfadíszítés is tök jó, mikor így látod előre is ráhangolod, de hogy mi 24-én este díszítjük a karácsonyfát, szóval nem tudom, hogy mennyire tudnálak benneteket ráhangolni a karácsonyra, igen, lesz esetleg egy ilyen díszítés, egy mézes kalács, inkább mondanám a sütés helyett szerencsétlenségeskedés, vagy hasonló. Töröm a fejemet rajta. Szeretnék, tervben van, de nem vagyok benne biztos, hogy ez jó ötlet vagy sem. Amúgy olyan sokan csinálják, és tök jó tartalmakkal. Én nem fogok adventi kalendárt venni, hogy minden napra legyen benne egy körömlak, vagy ilyen beauty-s kalendár, vagy egy édességes kalendár. Nem tudom, mert az a helyzet, csajok, hogy ez én nem akarok egy rakás kacatot tényleg felhalmozni, úgyhogy ezáltal a kalendár is kilőve, és egy csomó ilyen dologgal azért vannak fenntartásaim, hogy nem akarok fölösleges 228. díszt megvenni, hogy aztán utána a szekrény aljára kerüljön, szóval nem tudom. Aztán a következő kérdés, volt már olyan videó, amit feltettél, és mégsem posztoltad? Felvettél, bocsánat. Volt olyan videó, amit úgy gondoltam, hogy megcsinálom, és a felénél leállítottam, rájöttem, hogy vagy nincs kedvem, vagy nem vagyok ráhangolódva, vagy nem olyan a minőség, vagy akármi ilyen volt, illetve olyan videóm nagyon sok van, amit feltettem, és aztán privátra kellett tennem, önhibámon kívül, úgyhogy igen. Aztán a következő kérdés, a húgodnak, anyukádnál külön szobája van? Igen, van. Van is, meg nincs is, mert a nagylánnyal vannak együtt már, amikor van, amikor meg ő alszik a nappaliban, már mint a nagylány, szóval volt külön szobája, de most már igazából kollégista, úgyhogy nem is nagyon lakik otthon. Ő Győrben lakik most. Úgymond, vagyis hát ott van legtöbbet, hiszen oda jár iskolába, ott van kollégiumba, úgyhogy aztán a következő kérdés Nóritól jött, hogy keresel új munkát? Jelenleg nem. Jelenleg egy az, hogy sodródom az ára, hogyha esetleg jön valami hű, de szuper, szuper, extra ajánlat, akkor lehet, hogy fontolóra venném, de én inkább ezt a saját kis közösségi média platformja miatt szeretném építeni. Én saját magamnak akarok majd itt a nappaliba egy kis ilyen irodarészt alakítani, és ezeket a dolgokat szeretném inkább erősíteni. Illetve hát most is járok családhoz babysitterkedni, és több már szerintem nem is férne bele az időmbe, megmondom őszintén. Úgyhogy egyelőre nem keresek munkát, úgy biztos, hogy nem fogok elmenni dolgozni, hogy napi 8 órába valahova, mert hál' Istennek megtehetjük azt, hogy ezt ne kelljen, és itthon meg tudjak csinálni mindent, és tudjam építeni a saját kis csatornámat. Aztán a következő kérdés Anitától. Mit veszel a gyerekeknek karácsonyra? Tudnál tippet adni 4 éves kisfiamnak? Fú, csajok! A lányomnak a születésnapján kapott anyukámtól egy Tetriszt, és nálunk most az a legmenőbb dolog. Mindenki tetriszezik, és, vagyis hát csak egy van, szóval valaki, de ezt a régi Tetriszt, tudjátok, ahol be kell állítgatni ezeket a kis bigyókat, hogy egymásba menjenek, és hogy illeszkednek, és tök jól megy nekik, és nagyon-nagyon szeretik, úgyhogy azt tudom ajánlani. Illetve fogalmam sincsen még, hogy mit veszünk karácsonyra. Nálunk ez úgy történik, hogy mindenkit
megkérdezünk, hogy mit szeretne, mi az, aminek örülne, és hogyha én azt úgy látom, hogy okés, akkor okés. Ha úgy látom, hogy nem, mert például a nagyfiam ő rendszeresen kér olyan dolgokat, amivel már tudom, hogy nem annyira játszik, és azért egy 7-8 éves gyerköcnek már az érdeklődési köre, lehet, hogy mit tudom, hogy meglát a boltba, múltkor mentünk a Tesco-ba, és akkor meglátott egy ilyen kalózos, extra szettet, de ilyen hatalmas hajókkal, és van is itthon neki amúgy olyan, vagy hasonló, hogy mikor hogy ilyenekre vágynak, akkor azt úgy annyira nem, mert látom, hogy már nincs értelme, mert már nem játszanak, de hogyha van olyan, amit ők szeretnének, vagy elmegyünk boltokba, és látom, hogy ez tényleg úgy nézi, hogy úgy érdekli, és tetszene neki, és látom értelmét, akkor úgy kapnak karácsonyi ajándékot, nem úgy, hogy én most bemegyek, és akkor... Illetve mindenkinél lelimitálom ilyen egyre, hogy nem veszünk 15 ajándékot a gyereknek, mert nem tudom hova tenni, és mert én tipikusan az az anyuka vagyok, aki utálja, hogyha tetőtől talpig játék van a gyerekszobában, és a gyerek ezáltal nem tud mivel játszani. Mert valljuk be, minél több játékot bezsúfolunk a gyerekszobában, legalábbis az én saját tapasztalatom az ez, a gyerek annál kevésbé találja fel magát, mert nem a játékokat látja, hanem egy kupac zsúfolt, nem tudom, kacatot. Hogyha van az az 5-6-8 játék elől, ami tényleg értelmes, amivel szeret játszani, akkor azokat veszi elő. De hogyha rengeteg dolog van, akkor inkább csak kut rá, hogy jó, most nem ez, nem az se, az se, és én nem annyira szeretem ezeket a dolgokat, mikor így ki van pakolva minden a szoba közepére egy idő után. Úgyhogy nem tudom. Nálunk hatalmas sláger volt a nagyfiamnál például ezek a mancsőrjáratos dolgok, de a kicsi például nem szerette. Hiába vettük meg a mancsőrjáratos őrtornyot az összes kutyával, meg Ryderrel, meg minden, ugye mivel. A lányom meg a nagyfiam imádta, a kicsi nem szereti. Szóval ez szerintem tök gyerekfüggő. A nagyfiam meg a lányom is imádta a vonatokat, a Thomas a gőzmozdonyt, rendes vasutat, az IKEA-s favasutat, a kicsi például abszolút nem érdekli. Ő tök más dolgok érdeklik, ami szerintem tuti befutó, az mindig a könyv, meg a társas játék, amivel szerintem a Bogyó és Babóca 4 évszak társas játékot nagyon tudom ajánlani még. Na, menjünk a következő kérdésre. Viki tette fel a következő kérdést. Édesapáddal nincs kapcsolatod? Édesapám meghalt egy pár éve, de amúgy nem volt jó a kapcsolatunk. Apukám az a nagyon-nagyon szerette az alkoholt, aztán utána meg nagyon erősre itta magát minden alkalommal, úgyhogy halottakról vagy ott, vagy semmit, úgyhogy inkább hallgatok. Na, a következő kérdés. A gyerekeknek adsz vitamint, kisfia most kezdte az ovit, előtte soha nem volt beteg, de mióta oviba jár, mindig van valami. Neked van valami praktikád? Én folyamatos vitamint nem adok nekik, ezt tudni kell. Én C-vitamint adok néha, ezt ilyen időszakosan havonta mondjuk egy hétig. Aztán leállítom, illetve ha látom, hogy valamelyik gyerkőc, egy kicsit lappang benne valami, akkor én a propoliszra esküszöm, hogy én ilyen propolisz tinktúrát szoktunk venni, és azt szoktam nekik adni igazából szörpel, és nagyon-nagyon sokszor segít. Én nem adok ilyen túlzottan extra gyerekvitaminokat, hogyha igen, akkor időszerűen. Halolajat is mondjuk, vagyis halolajvitamint is nagy-nagy ritkán mondjuk egy hetes kúrába adom nekik fél évente. Nekem a nagymamám ő a béres cseppre esküdött, és bármi bajunk volt, béres cseppet kaptunk, és szerintem az is nagyon sokat hatott, illetve tudjátok még, mikor alpát szoktunk kapni, az a, nem tudom, hogy annak mi, Dianna, hogyha elkezdtünk betegek lenni, akkor a nagymamám sima kristálycukorra Diannát csepegtetett, és én úgy emlékszem, hogy ez totál segített. És szerintem a béres csepp az tök jó immunerősítő, legalábbis nekünk mindig bevált. Aztán a következő kérdés, hogy vagytok? Nagyon szépen köszönöm, nem panaszkodok, én tök komfortosan érzem magam, jól érzem magamat a bőrömben, és úgy látom, hogy a családunk is, úgyhogy semmi okom nincs a panaszra. Aztán a következő kérdés, bocsi, ha sértő vagy hülye kérdésnek tűnik, de nem találtam választ a videóidban.
Nemrég kezdtelek el követni, és arra lennék kíváncsi, hogy a két nagyobb gyerkőc a saját? További szép estét kívánok neked. Erről küldtem neki választ videóba, Renáta kérdezte, és saját. Igen, a mi gyerkőcünk, csak nem vér szerinti. Erre a saját szóra, nem a szomszédé. Szóval amúgy nem vagyok herklis ilyenekre, mert tényleg ezt ki lehet fejteni, de én elküldtem a videót, és ide föl is fölteszem, hogyha valakit esetleg érdekel. A két gyerkőt a szívünkbe született, nem a pocakunkba, és azt hiszem, hogy ebben semmi olyan túl nagy különbség nincs, de ezt nem akarom ezt ragozni, mert már annyiszor beszéltem erről a témáról, hogy szerintem, hogyha az elmúlt, mit tudom én, videókból párat visszanézel, tudni, hogy az egész sztorit megtudod, de itt ebben megjártuk a Mennyek kapuját és a Poklok poklát című videóba, ott tényleg elmondtam ezzel kapcsolatban mindent. Aztán a következő kérdés Noémi tette fel. Mit gondolsz arról, ha valaki fiatalon, 13-18 éves korában belelép egy párkapcsolatba? Én megmondom őszintén, hogy szerintem ne ítélj, hogy ne ítéltes, mert én például, vannak olyan gyerekek, akik sokkal később érnek, és vannak, akik sokkal korábban. Szóval én az első szerelmem már 8-as voltam, amikor összejöttem, és ez lehet, hogy ciki, lehet, hogy nem, még a 14-et nem töltöttem be. Ugye nem volt semmi, de utána együtt voltunk 6 évig, és szerintem érett voltam egy kapcsolatra, és utána, amikor a férjemmel összeismerkedtem, akkor 19 éves voltam. És most ez így tök furin hangzik, de szerintem abszolút semmi gond nincs ezzel. De ez csak az én magán véleményem. Szerintem így alakul ki majd, aztán nyilván 16-17 évesen eljárnak a fiatalok bulizni, aztán valaki megunja, valaki nem unja meg, valaki így alakul. Szerintem nincs ezzel gond, hogy ismerkedtek, vagy beleléptek, elkezdtek járni, akármi. Nem hiszem, hogy ez annyira elítélendő dolog, főleg a mai világban. Legót vettél már használtan? Ezt kérdezi egy Amália. Hú, de szép neved van. Igen, vettem, sőt, többször vettem már ilyen nem Lego boxokat, hanem amik így ömlesztve voltak, és arra viszont mindig figyeltem, hogy csak eredeti Lego legyen. Ami ez az utángyártott vagy hamisított, azt nem, de eredeti Legót azt igen. Aztán szintén ő kérdezte, hogy ti be vagytok oltva? Igen, be vagyunk oltva, Pfizer oltást kaptunk, semmi bajunk nincsen, addig még majd ki tudja, hogy x év múlva mi lesz. Aztán a következő van egy másik melód, amit említettél, hogy otthonról végeztél, YouTube-on kívül. Én ezt a közösségi média platformokat próbálom építgetni, emellett volt egy negyed éve olyan, hogy egy cégnek segítettem be, de azt ideiglenesen, mert ez ilyen e-mailes dolog volt, hogy kiesett az éppen akkori munkatársuk, és arra pár hétre kellett beugranom, ameddig ő vissza tudott jönni. Viszont ez is ilyen konkrét órához volt kötve, úgyhogy most azon kívül, hogy besegítek a családnak, mint babysitter, és a YouTube-ot csinálom, meg a három gyerekemet is tápolom, meg a lakást, meg hasonló, azon kívül azt hiszem, hogy nincs, és nem is akarok többet magamra vállalni. Aztán a következő kérdést Gabriella tette fel. Mondj három dolgot az elmúlt negyed évben, amit vettél, és megbántad, illetve három dolgot, amit nem. Húha! Erre kellene, hogy összeszedjek egy külön videót. Ha három dolgot kell említenem, amit megbántam, akkor az első az, a nappaliba áramlott a tévénk, és elvittük tévészerelőhöz, aki nem tudta megjavítani, vagyis hát meg tudta volna, csak annyiért már vettünk egy újat, legalábbis így gondoltuk, tényleg. És vettünk egy újat, egy olcsóbb kategóriásat, és az volt nekünk a feltételünk, hogy legyen rajta Netflix, YouTube, és igazából nem akartunk túl minőségi tévét, mert itt a nappaliban a tévénél az a szabály, hogy igazából a gyerekek is bekapcsolhatják, állíthatják, itt mindenkinek megvan a maga kis Netflix részén is, hogy mit tudom én a lányomnak, az ő profiljában vannak ezek a lányos mesék, a nagyfiamnak azok, amiket ő szeret, a kicsinek is, illetve nekem is, a férjemnek is, és nekem is. És úgy voltunk vele, hogy ide full nem kell egy minőségi tévé, de tök jó lesz egy ilyen sima, lájtos, egyszerű.
És megvettük a Euronics-nak a saját márkás tévéjét, és azt kell, hogy mondjam, hogy az agyamra megy, baromira megbántam, inkább tényleg vártam volna vele még egy kicsit, és vettem volna egy drágább tévét, mert ez baromi nehéz kezelni. Ilyen, úgy kell menni a YouTube-on, illetve a Netflixen is, hogy kidob egy ilyen egérjelet, és akkor a távirányítóval lavírozni közte, szóval nem átdobálja. Néha van, mikor nincs kedve bekapcsolni, akkor szenvedünk vele, aztán a hang nem megy, és na, ez volt az első, amit úgy megbántam, de gyakorlatilag már, mikor hazahoztuk, és mondtam a férjemnek, hogy hagyjuk rajta a fóliát, mert lehet, hogy még 3 nap le nem telik, addig vissza kellene vinni, viszont van egy-két jó oldala is ennek a tévének, de nem volt jó választás. Na mindegy, nem akartunk több százezret adni érte, mert azt hittük, hogy teljesen felesleges. Lehet, hogy ide is egyszer kellett volna minőségit megvenni. Aztán a következő, amit megbántam, az nem vagyok még benne biztos, hogy megbántam, de vettem egy ilyen ablaktisztító készülékszerűt. Nem volt nagy összeg, mert a Lidl-be vettem 20 euróért, szóval ilyen 7000 forint körül, és ennek az volt az indítéka ennek a vásárlásnak, hogy eléggé sokszor pucolom az ablakokat, és mondta a barátnőm, aki ilyen takarításokkal is foglalkozik, hogy mennyivel egyszerűbb ezekkel, és sokkal kevesebb papírt kell elhasználni, mert én állandóan viszem ezt a konyhai nagy vastag papírtörlőt, és hát azzal törölgetem, és mondta, hogy tényleg egyszer vegyél egy ilyen gépet, és ugyanő Viledát mondott, de találtam a Lidl-be úgymond reális áron, és hát szerintem nem volt annyira jó választás. Harmadik dolog, nagyon gondolkozok, de nem tudok. A fiamnak vettünk már párszor ezeket a fejhallgatókat tablethoz, és ott is szintén én nem tudom, nem is azt, hogy megbántam, hanem hogy nem tettem el a számlát, és nagyon sok kontakthibás, és ez a legutóbbi is, úgyhogy talán az lenne a harmadik, hogy ő neki is egyszer megveszem legközelebb a jót. És most így vagyok, hogy a laptophoz egy egeret szeretnék venni, de most már megvárom azt, ameddig tudok rendesen egy Apple-s egeret venni, ami tényleg tuti, hogy jó. Aztán a 3 dolog, amit nem bántam meg, vagy aminek tényleg örülök, hát az első, az nyilván a vasaló, ebben a hónapban nagyon-nagyon örültem, hogy megvettem ezt a Philips vasalót. A második, az ez a MacBook itt előttem, amiről most itt olvasom a kérdéseket. Annyira jó és tök megkönnyíti a munkámat, hogy összekapcsolódik ez a számítógép a telefonommal, és nem homályosítja el, amit átküldök, meg stb. A videókra is. Szóval ez lenne a második, és a harmadik pedig egy pulcsi, vagyis hát egy ilyen, igen, ilyen őszi pulcsi, aminek nagyon-nagyon örülök. Nem vagyok túl nagy ruhavásárló mostanában már, hál' Istennek, viszont ez így tényleg úgy egy nagyon érdekes vásárlásom volt, mert az egyik anyukán láttam meg itt a játszótéren, ő rendelte meg nekem, és azóta is mindig nagyon jól érzem magam, hogyha felveszem. Aztán a következő dolog, az én gyermekem folyton édességet enne. Van valami tipped, hogy hiszti nélkül, hogy lehet ezt jól kezelni? Nálunk ez úgy történik, hogy például megvan az időszak, hogy mikor ehetnek édességet, és naponta egyszer van egy ilyen nagy nyamikás doboz, én úgy hívom, és amikor megették az ebédet, akkor utána levehetik a nyomikás dobozt, és mindenki választhat belőle egyet, bármit. És abban van nyalóka, van cukorka, van többfajta csoki, van ez az gumicukor, de akkor egy nap egyszer választhat bármit, és ez minden nap ugyanígy van. Ha nem itthon ebédelnek, akkor miután hazajöttek az oviból, iskolából, mindenki megissza a kis vizet, elmegy pisilni, elmennek, megmossák a kezüket, stb. Minden, és utána veszik le, és így mindig ugyanaz az adott időszakban engedem meg, hogy édességet egyenek, így többször nagyon szóba se jön. Olyat még esetleg szoktam, hogyha, mit tudom én, délután megnézzünk egy mesét, akkor teszek ki chipset vagy ilyenek, de édesség, annyira egyik gyerköcöm se extrán édes szájú. Aztán nem tartasz attól, hogy a videóidon keresztül megtudják a lakás címet, köszi. Nem. Nem, igazából
Nagyon, nem hiszem, hogy valaki behozna ide valamit. Meg azt sem hiszem, hogy valaki ide jönne, hogy most akkor hello, tudom, hogy hol laksz. Aztán a következő kérdés, mikor jöttél össze a férjeddel 2010-ben? Szóval 11 éve vagyunk együtt. A következő kérdés Vivientől, bocs, néha elfelejtem mondani a neveket. Nézel szlovák nyelvű YouTube csatornát? Tudsz esetleg ajánlani valakit? Nem, nem nézek senkit. Általában csak magyar YouTubereket nézek. Aztán a következő, terveztek-e még valami átalakítást? Illetve mit? Mi volt Zoli reakciója a tévére? A tévére? Mármint ő vette meg, szóval én csak megmondtam neki, hogy ott láttam olcsón olyat, ami soha nem veszek, vagy ő se vesz soha olyat, amit előtte ne beszélnénk meg. Én mondtam neki, hogy ott láttam olcsón olyat, ami smart funkciós, full nem értek hozzá, ha gondolja, nézze meg, ha tetszik, vegye meg, hogyha nem, akkor nézzünk valami mást, megvette, azóta se szeretjük, egyikünk se, most az meg, hogy elromlott. De jaj, tudom, már biztos arra gondolsz, hogy igaza volt, hogy a szerelőnél, a szerelő nem tudta megcsinálni. Tuti, jaj, semmit, csak röhögött rajtam. Ez a, én megmondtam, ez nyilvánvaló volt, persze, hogy. Szóval ő alapból úgy könyvelte el, hogy nem fogja tudni megcsinálni. Aztán terveztek-e még valami átalakítást? Az a helyzet, hogy pont batörtem a fejemet, hogy én szeretnék ide a nappaliba egy kis irodát csinálni, és meg is mutatom nektek. Szóval arra gondoltam, hogy ide a komód helyére tennék egy íróasztalt, és hogy a komód is mégis megmaradjon, levennénk ennek a szekrénynek a lábait, talpait, mert látjátok, ott vannak ilyen pici talpai, és megpróbálnánk, hogy alul lenne komód, és fölül pedig ez a vitrines szekrény, és akkor gyakorlatilag ilyen magas lenne itt ez az egész, és ide pedig csinálhatnék magamnak egy ilyen kis irodai sarkot. Már tegnap emlegettem a férjemnek, de nem biztos, hogy nem megyek az agyára, hogy minden hónapban kitalálok valami újítást, de nem amúgy. Tudja, hogy ilyen vagyok, nyilván ezzel csak poénkodtam, de értitek szerintem. Ez lenne a következő átalakítás, terveim szerint. Amúgy meg megszokta tőlem, hogy mindig vannak új terveim, mindig van valami kis következő cél, vagy következő akármi, amit meg akarok csinálni. Én nem vagyok olyan, aki folyamatosan, vagy nem tudom, aki nem vágyik a megújulásra, én mindig akarom, és ez nem biztos, hogy jó, ezt ne úgy vegyétek, hogy ez annyira hű, de pozitív tulajdonság, de én ilyen vagyok. Aztán a következő, hogyan tudjátok a férjeddel megőrizni a kapcsolatotok harmóniáját, úgyhogy nagyon sokat beszélgetünk. Nagyon-nagyon-nagyon sokat beszélgetünk, és ez szerintem tök jó. A gyerekek alszanak 8-9 körül, és mi minden nap leülünk, vagy megnézünk egy filmet, vagy hozunk egy pohár bort, vagy teát, akkor kiülünk a balkonra, beszélgetünk, vagy leülünk ide a kanapére egymás mellé, vagy társashozunk és röhögünk. Aztán most már eljutottunk odáig, hogy a gyerekek néha ott tudnak aludni anyukámnál, akkor kettesbe is tudunk lenni, úgyhogy a következő kérdés, Viktória, érezted már azt, hogy szaranya vagyok? Szaranya nincs. Senki nem szaranya. Van olyan anya, akinek néha rossz napjai vannak, van olyan, hogy néha nem úgy szól, van olyan, hogy néha türelmetlen, van olyan, hogy rossz napja van, beteg, fáradt, hisztis, bármi nyomassza, de szaranya nincs. Aki a gyerekét neveli, és aki szeretettel tesz bármit a gyerekéért, az nem szaranya. És szerintem nagyon sokszor még, ha valaki az ő érdekéből elhagyja, még az sem szaranya, mert lehet, hogy egy jobb életet alapoz neki, ezt itt csak így megjegyzem. Volt nagyon sokszor mindenkivel, szerintem velem is, hogy valamit nem engedtem, amire utána úgy gondoltam, hogy lehet, hogy ezt mégis simán meg lehetett volna engedni. Volt sokszor, hogy azt mondtam, hogy nem, most már nem meséld el, most már alszunk, majd elmeséled holnap.
És néha úgy bánt, hogy na még ezt el akarta volna mondani, de ezek a mindennapi életnek a részei, szóval szerintem tök jó dolog az, hogy néha a morcosabb napjaikat is látjuk a gyerekeinknek, megéljük velük együtt, és ők is a mieinket. Mert ebből tanulnak, és ebből látják az életet. És szerintem ne érezd magad te se soha szaranyának. Ez meg se forduljon a fejedbe. A következő. Mi lett a munkád? Nem mondod el valamiért? De elmondtam, hogy mi lett a munkám. Nyilván többet nem fog elárulni róla, mert szerintem még jó, hogy nem azt kéri valaki, hogy legyci videózz a munkahelyeden, mert engem az is érdekelne. Szóval van a YouTube-nak azon a része, amit szeretnék megmutatni, vagy szívesen megmutatok, meg van az, amit nem. Ez most nem hiszem például, hogy a férjemmel is megmutatnám, hogy na, mit csinálunk egy randi alkalmával, mert hogy szerintem ez nem rátok tartozik. Értitek? Szóval ez a munka, ez ugyanúgy, ez nem csak az én dolgom, hanem a munkába van egy munkáltató, van egy másik család, egy másik személy, akit nem fog beráncigatni az én YouTube csatornámra, úgyhogy szerintem elmondtam nagyjából mindent a munkával kapcsolatban, ami szerintem eljut odáig, hogy tartozol rátok. Ami meg nem tartozik rátok, azt meg hiába mondjátok így, hogy valamiért nem mondod el, azért nem mondom el, mert nem rátok tartozik. Most ezt így, bocs, hogy így mondom, de tényleg, hogy van egy csomó olyan dolog, amikor olyan dolgokat kérdeznek üzenetben, hogy csak így nézek, hogy... Na, jó, átmegyek a következő kérdésre. Szia, drága, én arra lennék kíváncsi, hogy a nagy gyerkőcök tudják-e, hogy nem ti vagytok a vér szerinti szülők, mert nekem nagyon sokat segítene, mivel én is most járok ismerkedni egy kislánnyal. Na hát, Évike, gratulálok. Igen, de ez is olyan kérdés, hogyha a gyerekeim nem tudnák, akkor nektek sem mondanám el, hiszen nem vagyok hülye. Na, nálunk... Nekem mindig az volt az alap, hogy a gyerekeimmel őszinték legyünk. És tök mindegy, hogy mi van, őszinték legyünk velük, úgyhogy tudják, tudnak mindent, és bármi kérdésük van szerintem, akkor lesznek ők is őszinték felém, hogyha én is az vagyok feléjük. Nem tudnám elképzelni, hogy én átverem őket, vagy ha nem is átverem, hanem átitkolom az életük ezen részét. Nem titok, az se titok, hogy vannak genetikai adottságok, vannak, amik tanulhatók, vannak, amik vele született dolgok. Ezekről szerintem sokkal jobb, hogyha nyíltan beszéltek. Aztán a következő kérdés, Zsuzsi, mi a végzettséged? Fodrász vagyok. Aztán a következő kérdés, szerinted van olyan, hogy nehezen indul egy kapcsolat, de a végén happy end? Többszöri próbálkozás után? Hát, akit Isten egymásnak teremtett, azok biztos, hogy együtt lesznek. Nem tudom, ez olyan dolog, hogyha valakivel együtt jársz, és már az elején látod azt, hogy nem közösek a célok, nem közösek az álmok, nem közösek a terveitek, nem közös az, amit ahogy élni akartok, az életstílusotok, akkor lehet, hogy ez a fellángolás nagy, de lehet, hogy hosszú távon nem biztos, hogy ő a társ, akivel egy életet le tudsz élni, egészségbe, betegségbe, jóba is, rosszba is, mindenbe. Szóval emellett meg lehet, hogy tényleg, hogyha az elején nehezen is indul, egymáshoz tudtok csiszolódni. Szerintem ez annyira egyéni, hogy erre nem tudnék válaszolni. Aztán a következő kérdés. Szerinted mi az, ami megbocsátható a párunknak, és mi az, ami nem? Például beszélt, mert veled csúnyán a férjed egy veszekedés alkalmával? Hol van a határ? Itt folytatása van ennek. Szerinted a válás mennyire viseli meg a gyerekeket? Jobb, ha a szülők együtt maradnak csak a gyerekek miatt, illetve ilyenkor a nőnek a nehezebb, mert függ anyagilag például a férjétől? Fú, de sok a kérdés! Ildikó... Azt, hogy mi az, ami megbocsátható a párunknak, szerintem ez is egy olyan bensőséges dolog, hogy
hogy egyrészt, hogy egyénileg is mindenkinek más a tűrés határa. Én nem tudom, hogyha én valamikor úgy érzem, hogy egy kicsit mély ponton vagyunk, akkor elsőnek, mielőtt bármit is csinálnék, én magam elgondolkozok, hogy mi az, amivel én jobbá tudnám tenni a hétköznapokat, mi az, amivel, hogyha én változok, akkor talán egy kicsit ő is. A mi kapcsolatunkban például hatalmas nagy erény az, hogy amiben nekem például én egy kicsit türelmesebb vagyok a gyerekekkel, ő egy kicsit türelmetlenebb, ő egy kicsit rendszeretőbb, én egy kicsit rendezetlenebb vagyok, és kiegészítjük egymást, és mindenben, és tudom azt, hogyha valami neki nem megy, például ő abszolút nem szeret főzni, abban mindig én vagyok az, aki így egy kicsit próbál mindig helytállni, illetve ő is tudja, hogy mi az, amit én nem szeretek csinálni. Szerintem nagyon, nagyon más, például párválasztásnál is tök nem mindegy, hogy ki az, aki mellett tényleg, akivel eskü alatt igent mondunk. Nem tudom, hogy mire gondolsz a megbeszélésnél. Olyan kapcsolat szerintem nem volt, ahol egy kiabálás se esett volna sok éven át. Az, hogy beszélte velem csúnyán a férjem egy veszekedés alkalmával, mi nem nagyon vagyunk azok a kiabálások, nem gondolkozok, de talán egyszer-kétszer, hogyha volt olyan, hogy úgy összevesztünk, hogy kiabáltunk, de megmondom nektek őszintén, hogy az én gyerekkoromban rengeteg kiabálás folyt előttem, mivel hogy apukám ilyen mindig erősre itta magát, és ezáltal már én ott azt mondtam, hogy nekem ezt így soha. Én nem vagyok hajlandó arra, hogy a gyerekeim azt látják, hogy veszekszünk. Ha valamin összekapunk, az általában az, hogy mit engedünk meg a gyerekeknek, és mit nem. De ezek sem egy olyan viták, hogy ne lehetne túl lenni rajta, vagy nem érzem úgy, hogy a gyerekeinket nyomasztaná az, hogyha mi néha így összekapunk, már 3 perc alatt megbeszéljük, és ennyi. Válás szerintem akkor, most ezt így nem annyira jól fogom megfogalmazni, de például, hogyha együtt valami annyira nem megy, és csak azt látják a gyerekek abban a kapcsolatban, hogyha mind a ketten ott vagytok, akkor csak veszekedés van, üvöltözés, piszkálódás, és olyan légkör, ami kellemetlen a gyerekeknek is, és nektek is, akkor lehet, hogy külön jobb. Viszont hívő emberként én azt mondom, hogy egy kicsit jobban odafigyel az ember saját magára, hogy mit tud megtenni a másikért, és mit tud a másik is utána egy kicsit megtenni a kapcsolatunkért, akkor azt mondom, hogy nem biztos, hogy minden kapcsolatot ki kell dobni. A gyerekek miatt csak nem érdemes együtt maradni, akkor érdemes, hogyha helyre tudjátok hozni. Viszont a mai világban, hogyha mielőtt szerintem bárki is elválna, és egy kicsit nyitott erre, mindenképpen egy ilyen párkapcsolati terápiára elmennék, és én itt hívő emberként nagyon-nagyon tudom nektek ajánlani egy Sül Tamás nevű, itt komárnói párkapcsolati terapeutát, mert olyan gondolatai vannak, hogy az ámulatba ejtő, és szerintem nagyon sok házasság megérdemelne még egy esélyt azzal, hogy tesztek érte, hogy adtok még egy esélyt annak, hogy egy külső segítséggel is, de helyreálljatok, és hogyha nem, akkor igen, akkor a gyerekek véget nem érdemes együtt maradni, szerintem. De ez csak az én, abszolút csak az én véleményem. Aztán az utolsó darab kérdés, honnan van ennyi energiát, család, házi munka? Hát engem feltölt a gyerekeim és a családom társasága, illetve amit csinálok, az is feltölt, mert a babysitterkedést nagyon-nagyon szeretem, a YouTube-ot nagyon szeretem, az összes közösségi média felületet ilyen szinten nagyon szeretem, úgyhogy könnyű úgy csinálni a munkámat, hogy szinte mindent szeretek benne, mert ezáltal nem munka, hanem hobbi. Úgyhogy ennyi lett volna ez a videó, remélem, hogy tetszett nektek, eléggé hosszúra sikeredett, és ilyen beszélgetős, tényleg tök sok témát érintettünk. Legyen csodás napotok, lányok! Sziasztok!